Az elmondottakból az is kitűnik, hogy fiatal kutatóink támogatásával remény van rá, hogy szebb eredményeket érjenek el, és hát nagyon számon tartják az ő kutatásaikat. Maradjunk a tudománynapi rendezvényeknél. A következő beszélgetésünk témájánál vendégem dr. Hanák Zsuzsa, főiskolai tanárnő. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást és befáradt a stúdióba. Az apropót két dolog is adja. Az egyik az, hogy természetesen az önök kara és tanszéke sem maradt ki a tudománynapi rendezvények sorából. Rangos rendezvényük volt az elmúlt napokban, Egyéni utak, közös érdek címmel. Egy picikét belekóstolhatunk már ebbe a témába az előző adásunkba, hiszen akkor Kozma Tamás professzor úrral, aki a nyitó előadást tartotta, beszélgettünk éppen egy riport erejéig, de hát ezeket a nyitó előadásokat szekcióülések is követték. Hogyan foglalná össze a konferencia tapasztalatait? Mik kerültek reflektorfénybe a szekcióüléseken? Igen, hát valóban megrendeztük ezt a tudománynapi konferenciát, és két nyitó előadás elhangzása után, amit Kozma professzor úr, illetve Kállai Erdő ombudsman úr tartott, három szekcióülésre került sor. Az egyik szekcióban az alkalmazott pedagógiai, andragógiai kutatásokról volt szó, a másik szekciónkban a szociálpedagógiai és nevelés-pszichológiai kutatásokkal, fejlesztésekkel foglalkoztak, és a harmadik szekciónkban pedig a pedagógiai kutatások elektronikus tanulási környezetben volt a fő gondolatmenet. Hát tulajdonképpen a szekciókban elég szép számmal jelentkeztek be egri, miskolci, illetve sárospataki kutatók. Összesen 22 előadást hallhattunk a szekciókban. Ha röviden össze kéne foglalnom, akkor azt tudnám elmondani, hogy a fő gondolat az volt, hogy az iskolai teljesítményt bizony sok tényező befolyásolja. Befolyásolják maguk ugye a tanulók, az ők biológiai, pszichológiai jellemzőik, intellektus, személyiség, motiváció, stb. De nem csak a gyermek, hanem maga a pedagógus is. Ugye az ő felkészültsége, attitűdjei, hozzáállása. A harmadik komponensnek a szekciók a pedagógiai módszereket húzták alá. Nem mindegy, hogy mit tanítunk, nem mindegy, hogy hogyan tanítjuk, milyen módszerekkel, kooperatív, projekt, stb. És még egy fontos gondolat is felvetődött, így negyedik komponensként, mint összetevő, hogy a társadalmi tényezők, azok hihetetlenül befolyásolók, úgy, mint a család, a kortársak, illetve az iskolán és a családon kívüli egyéb külső kapcsolatok. Tehát ha az a kérdés, hogy mikor lesz sikeres az iskola, akkor azt tudjuk mondani, hogy bizony ennek a négy tényezőnek nagyon meg kéne állni a saját lábán, tehát a tanuló, a tanár, az oktatási tényezők és a külső tényezők ahhoz, hogy produktum legyen. És ez a négy tényező összecseng, akkor lehet a gyerek sikeres, hiszen mégis minden ő érte történik. Ő a középpontban körülötte. Az utóbbi időben kezdenek visszatérni az ilyen konferenciákon a pedagógus személyiségét, a pedagógus módszereit taglaló előadások. Egyre jobban előtérbe kerül újra, mert egy időben, mintha ez egy picikét elsikkadhatott volna, úgy tűnt számomra. Szóba került-e ezen a szekcióüléseken is a pedagógus személyisége, hogy hogyan tudja fölkelteni a gyerek érdeklődését, hogyan tud a gyereknek olyan információkat adni, amikre ő is fölfigyel? Igen, a szekciókban neveléstudománnyal, pszichológiával, szociálpedagógiával, andragógiával foglalkozó kutatók, oktatók szerepeltek. Több olyan előadás elhangzott, ami az új módszereknek az ismeretét hangsúlyozták. A pedagógus személyisége mindig is meghatározó volt. Tehát bárhogy változnak az új pedagógiai módszerek, a tanári személyiség az elsődleges. Az új módszerek közül, amit talán ki kéne emelnem, azok a kooperatív technikák. Ezt több előadásban aláhúzták, hogy úgy próbáljunk tanítani, hogy minél inkább aktív legyen a gyerek, tímmunkába dolgozzon. Előtérbe kerültek a projekt oktatással kapcsolatos előadások is. És hát természetesen nem maradtak ki
a művészeti jellegű előadások is, ahol tényleg a pedagógus és a művészet közösen a csodát tud átadni a tanulónak. Izgalmas lehetett a téma mindenképpen. Az igazsághoz hozzátartozik még, az elején elfelejtettem mondani, hogy a tudástechnológiai karunk ezt a Magyar Tudományos Akadémia Neveléstudományi Szakbizottságával, a Pedagógiai Társasággal és a Neveléstudományi Egyesülettel közösen szervezte. Nem véletlenül említem ezt, hiszen egy jelentős lépés előtt állunk az akadémiai bizottságok tekintetében. Regionális bizottság készülődik, ha jól mondom. Igen, igen. A Magyar Tudományos Akadémia a regionális feladatait tulajdonképpen a különböző területi bizottságain keresztül kívánja megvalósítani. Összesen 6 ilyen területi bizottság van, főleg a nagy egyetemi központok köré csoportosulnak, tehát találunk ilyen nagy bizottságot Debrecenben, Pécsen, Szegeden, Veszprémben, Miskolcon és mi Kolozsváron is. Ugye a mi főiskolánk a Miskolci bizottsághoz tartozik. Na most Miskolci bizottságban eddig nem volt neveléstudományi szakbizottság. Ugye minden bizottság olyan szakbizottságot hoz létre, amelynek elég tudományos alapja van az adott régióban. Most mi úgy gondoljuk, hogy ugye Eger, Miskolc, Sárospatak, hát tradicionálisan tanárképzés, tanítóképzés, bölcsészképzéssel foglalkozunk, hogy megérett arra, hogy valóban szakbizottság szintre tudjuk emelni a neveléstudományt. És most pontosan ez az előterjesztés van a Miskolc Akadémiai Bizottságon, hogy 5 munkacsoporttal megalakítanánk a régióban ezt a bizonyos szakbizottságot. Milyen munkacsoportok kerültek be? Hát ahogy maga már az előbb elmondtam, hogy a konferenciánkon, a szekciókban részt vettek ezek a kollégák, tehát eleve ugye a szekciók neve is tükrözték ezeknek az újon alakuló munkabizottságoknak az elnevezését, tehát főleg ugye az alkalmazott pedagógiai, szociálpedagógiai, neveléspszichológiai, IKT, Sárospatakon egy új tanítóképzés és módszertanát kutató csoportot kívánnak alakítani. Úgyhogy tulajdonképpen hát ezek a bizottságok vannak. Mikor a várható a megalakulás, hiszen úgy beszélünk róla föltételesen, hogy alakulóban van. Igen. Az előterjesztésünket megtettük, benyújtottuk a Miskolc Akadémiai Bizottsághoz. Most a már ott működő szakbizottságok nézik át ezeket az anyagokat, és alkotnak véleményt. Eddig kizárólag támogató véleményeket kaptunk. Amikor ez a kör befejeződik, akkor lesz lehetőség arra, hogy maga a Miskolc Akadémiai Bizottság elfogadja ezt az új szakbizottságot. Mi a legfontosabb feladat egy ilyen bizottságnak? Mivel foglalkozik? Igen. Hát tulajdonképpen ez a bizottság, ez nem egy új kutatóközpont. A bizottságnak az lenne a feladata, hogy teremtsük meg a hátteret a régióban dolgozó neveléstudományt kutató szakemberek számára. Például közös konferenciák szervezésében, közös kutatások hát segítésében, közös publikációk, a kommunikáció áramlásban, tehát inkább egy hátteret tud biztosítani egy ilyen akadémiai bizottság. Minél előbbi megalakulást kívánhatunk. Ha még egy pillanatra visszatérünk a tudománynapi konferenciához, Kállai Ernő ombudsman is tartott egy előadást. Mi volt a visszhangja az előadásuknak, az ő előadásának? Igen. Volt-e? Igen, így van. Kállai Ernő a kirekesztés, esélyteremtés témáját taglalta, és főleg ugye a roma kisebbségről beszélt. Kállai Ernő nem csak ombudsman, hanem egy nagyon nagy tudású főiskolai tanár minősített kutató. Nagyon tetszett az előadása a kollégáknak, nagyon higgadtan, kimérten, realitás talaján hangzott el az egész előadás, és azt gondoljuk, hogy nagyon fontos gondolatok
vonalakat feszegetett, további meggondolást igényelnének. És hogy mindenről a nézőknek is legyen fogalma, következik most ez a beszélgetés, amit az államtitkár úrral folytattunk az ő előadása után, és hát vissza fogja jelezni mindazt, amiről itt most beszéltünk. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Én köszönöm.